Lukács evangéliuma, második fejezet, 10. versétől 14. verséig. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész néptek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek ajánl, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Békesség és egyet.
A kétszeresen megszerzett hajó. Egy fiú készített egy kis hajót, gyönyörűen összeállította, lefestette. De az egyik nap valaki ellopta tőle, és a gyerek nagyon elszomorodott. Egyszer egy zálogház mellett elhaladva a kirakatban felfigyelt a játékra. Boldogan szaladt a tulajdonoshoz. Ez a kis hajó az enyém, mondta. Szó sincs róla, felelte a férfi. Az enyém, mert megvettem. Akkor is az enyém, erősködött a gyerek, mert én készítettem. Jól van, mondta a zálogház tulajdonosa. Ha fizetsz $2, megkapod. Ez igen nagy összegnek tűnt egy kisfiú számára, akinek egy pennie sem volt. Ő viszont eltökelte, hogy mindenképpen megszerzi az összeget. Tehát füvet nyírt, mindenféle feladatot elvállalt, és hamarosan meg is lett a pénz. A fiú szaladt a zálogházba. Jöttem a hajómért. Letette a pénzt, és megkapta a játékot. Kezébe vette, szorongatta, puszilgatta, úgy mondta. Drága kis hajóm, annyira szeretlek, az enyém vagy, kétszeresen is az enyém. Én készítettelek, és most meg is vettelek. Így van ez velünk is. Bizonyos értelemben kétszeresen is az úréi vagyunk. Ő teremtett meg, de bekerültünk az ördög zálogházába. Akkor jött Jézus, rettenetes árat fizetett értünk. Nem ezüstöt vagy aranyat, hanem saját drága vérét. Tehát a teremtés és a megváltás árán is az Úrhoz tartozunk. Amen. Szász Anna Mária, Simeon. Egyszer csak feltűnik a Bibliában. Sem nemzedéke, sem származása, nem tudni volt-e gazdagsága, de példa lett Simeon várakozása. Pedig nem rendezett nagy lakomát, nem öltött fel cifraruhát, tízszörséget sem állított, de nagyon várta a megváltót. Imádkozott és erősen hitte, jön a világ üdvössége. Vajon miért? Hisz napjai alig voltak. Öreg embernek mit hozhat a holnap? Várta, mert a föld sötétségben vesztegelt, és világosságról szólt az ígéret. Mikor karjaiba zárta a gyermeket, tudta, a profécia beteljesedett. Ő békében hazatérhetett.
és ma üdvözítőt vár a világ. Jézusnak jönnie kell. Én hogyan várom? Simeon a példám lett? Te hogyan várod? Simeon a példád lett? Thank you.
Ady Endre karácsonyi rege. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermeknek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra, és a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi út. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás. Nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a közel-s távolvalókat, azok, akik az interneten követik figyelemmel ezt a mai ünnepi alkalmat. És azt hiszem, hogy hálával telik meg a szívünk, mert olyan sok szolgálatot hallottunk, kicsiktől és nagyoktól, hogy tényleg, ahogy az egyik énekben énekelték, milyen jó lenne, hogyha minden nap karácsony lenne, ugye? Hogyha mindig meg lehetne élni ezeket az élményeket. Én amikor a mai igei gondolatokra készültem és gondoltam, akkor találtam az evangéliumokat olvasva egy olyan helyzetet, amikor a korabeli emberek az év legnagyobb ünnepére készültek. Ez Izraelben, ez a zsidók között a sátoros ünnep. Ez az az ünnep, ami zárja az évet, és ez az az ünnep, ahol már a betakarítás mögöttünk volt, amikor már minden a helyén van, és mögöttünk van a legnagyobb terheknek a letétele. A zsidó ünnepkörben a nagy engesztelési nap volt az egyik csúcspont, de azután jött az örömnek, a hálának és a felszabadultságnak az ideje. Ez volt a sátoros ünnep. Ez az ünnep több napig is tartott, egy egész hétig, és nagyon sok minden szemléltetett a pusztai vándorlásra, azokra a megszabadulásokra, és az utolsó nap is egy különös gondolatra irányozta elő a figyelmet, és ez volt az az alkalom, amikor Jézus ezen a földön volt, amikor egyszer nem úgy ment el erre az ünnepre, ahogyan azt várták. János evangélium a 7. fejezetében azt olvassuk a 2. verstől kezdődően, hogy közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Jézus Krisztus, aki már itt nem csupán megszületett, és nem csupán elkezdte a szolgálatát, viták és figyelem középpontjába került. Kicsoda ő? Hogyan teszi azokat a dolgokat, amiket tesz? Mi történik körülötte? Mi történik a templomban? Ki is ő? Felpesdült mindenki, és várták, hogy megmutassa magát. Várták, hogy megismerjék őt. És akik talán a legjobban várták, azok az ő testvérei voltak. Azt olvassuk az igében, hogy mondták neki az ő atya fiai, hogy menjen el innen, és térjen Judeába, Galileában volt, és hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amiket cselekszel. Milyen jó lenne Jézus látni, hogy csodákat tesz. Milyen jó lenne, ha mindenki hinne benne. Milyen jó lenne, ha az egész világ hinne benne. És hozzátették, hogy senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, akkor mutasd meg magad a világnak. Látták, hogy Jézus csodákat tesz. Látták, hogy milyen hatalma van. Hát ezt látni kell a nemzet fővárosában, Jeruzsálemben is. Látnia kell a vezetőknek. Látnia kell mindenkinek. Látnia kell az ünnepen, akik jönnek a nagy engesztelési napra, a sátoros ünnepre, amikor messze földről is jönnek. Ezt nem szabad eltitkolni. És az ige hozzáteszi, mert az ő atya fiai sem hittek ő benne. Soha nem nagyobb a kétség és a hitetés pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A héten meglátogattam valakit, aki elveszítette egy hozzátartozóját. És mesélt azokról a napokról, hetekről, ami éppen mögötte van. És egy picit volt lehetőség beszélgetni arról, hogy miért is van ez az ember lelkében. Hogy lehet, hogy nem tud úgy olyan könnyen megnyugodni, vagy egyáltalán nehezen nyugszik meg az ember. És beszéltem a feltámadásról, hogy mekkora ígérete ez a Szentírásnak, hogy a szeretteink alszanak. És hogy elfutotta a szemét a könny, és azt mondja, hogy nem tudok hinni a feltámadásban. Nem tudok hinni a feltámadásban. A Szentírás azt mondja, hogy minden embernél nyomorultabbak lennénk, hogyha nem lenne feltámadás. És
Akkor is kínoszta az embereket ez a kérdés. Akkor is sok gyászoló volt, akkor is sok beteg volt. És az ünnep akkor is felcsigázta az emberek érdeklődését, a fények, az ének, a zene, a templomi szolgálatok, mind a figyelem középpontjába helyezte az embereknek a figyelmét, az Istennel való kapcsolatát. De mégis olyan sokan nem hittek benne. És aztán, amikor 9. verstől folytatom, amikor ezeket mondta, akkor ő Galileában maradt. Majd olvassuk az igében, amint pedig felmentek az ő atya fiai, akkor ő is felment az ünnepre, de nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. A zsidók azért keresik őt az ünnepen, és mondának, hol van ő? És a mi kérdésünk ma is ez, hogy hol van ő? Ki az a Krisztus, aki megszületett gyermekként? Ki az a Krisztus, aki olyan csodákat tesz, belenyúl emberi életeket? A Szentírás azt mondja, hogy tesz királyokat és dönt királyokat. És olyan sokan keresik az ő megismerését ezen a földön. És az ő nevében fegyvert fognak emberek, az ő nevében békét kotnak, az ő nevében sok szégyent hoznak, és az ő nevében olyan sok minden történik. És ha a keresztény világra gondolunk, talán a mi legnagyobb ünnepünk az év végén a karácsony. És nagy kérdés mindannyiunk szívében, amikor tele vagyunk olyan gondolatokkal, hogy a pompa, az ünnepi látványosságok elveszik, elhomályosítják szinte a tekintetünket. Olyan jó hallani a zenét, de nem lehet úgy bemenni egy város, egy bevásárlóközpontba, vagy egy ünnepi helyre, hogy ne szólna valamilyen zene. Tudósok állítólag megállapították, hogy könnyebben megnyílik a pénztárcánk, hogyha bizonyos illatok, bizonyos hangok, bizonyos zenék elveszik az embernek a figyelmét. És ez akkor sem volt másképpen. És mégis voltak, akik az ünnepre való készülés, az ünnep percei és élményei között nem találták a lelki nyugalmukat. Voltak, akik egyszerűen nem hittek benne. Voltak, akik keresték, és ott voltak az ünnep formaságai, de nem találták meg benne az ő nyugalmukat. És voltak, akik föltették hangosan is a kérdést, hogy hol van ő? És amikor Jézus titkon eljött, és amikor nem mutatta meg magát, nem tett semmilyen csodát, nem tett semmilyen látványos megtapasztalást, akkor a 37. vers tanúsága szerint eljött az ünnep utolsó napja. Így olvassuk. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott. Mit kiáltott Jézus? Miért volt érdekes az ünnep utolsó napja? Amikor eljött a sátoros ünnep utolsó napja, akkor a pap egy olyan szertartást végzett, ami a pusztai vándorlás során a szikla megütésére emlékeztetett. Ez a szikla, amiből víz fakadt, ez a szikla Jézus Krisztust jelképezte. Ez volt az a szikla, amire Mózes kétszer csapott. És nem lett volna szabad. Ez volt az a szikla, amiből buzgó víznek folyamai ömöltek, és akkor, amikor már Kánaán határán voltak, és a víz elapadt, a nép zugolódni kezdett, hogy miért nem folyik a víz. És aztán jött ez a bizonyos esemény sorozat, és mégiscsak víz fakadt a kősziklából. Ez a szikla Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet. Ez a szikla a megváltásra irányítja a figyelmet, arra emlékeztet bennünket, hogy hogyan fog minden szomjazóra áldást adni az ebből a sziklából folyó áldozat, az életvize, Jézus Krisztusnak a szava. Mit mondott ott Jézus ezen az utolsó napon, amikor a pap ezt a szertartást végezte? Amikor pontosan erre az pusztai vándorlás során levő sziklából folyó vízre emlékeztek? Jézus így kiáltott, mert ezt olvassuk, hogy Jézus felállt és kiáltott.
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Az a szomjúság, amire vágyik minden ember lelke, ez a szomjúság nagyon mélyről fakad. Ez a szomjúság szabadulásért kiált. Nem csak ma az énekekben, a versekben, a gyermekek szolgálatában, nem csak egy megváltóról hallhattunk, hanem a megváltásról hallhattunk. Arról, hogy hogyan lesz egy élő embernek olyan reménysége, amikor a halottainkkal találkozhatunk. A Szentírás feljegyzi, hogy Jézus Krisztus zsengéje volt a halottak közül való feltámadás során. Ő volt az, aki példája, aki mintája annak, hogy hogyan fognak feltámadni majd az igazak, a szeretteink. És amikor egy ember keresi, hogy hol van ő, amikor az ünnepek eltelítik az embernek a gondolatait, és már elegünk van talán néha a sok csillogásból, és sok mindenből, ami körülvesz bennünket, akkor jön Jézus, és ma csengő hangon felkiált, és azt mondja, ugyanúgy, mint akkor, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Semmi más, semmilyen emberi dolog, semmilyen ajándék, semmilyen csillogás, vagy a zene is, mindaz, ami körülvesz bennünket, nem tudja csillapítani azt a szükségletet, mint amivel ő tud bennünket megszólítani. Jézus ismeri a mi szükségleteinket. Tudja, hogy mi vesz körül bennünket. Tudja, hogy mi elégítheti meg a szívet. És pontosan ezért mondja, hogy gazdag, szegény, mindazok, akik ő személyesen egyenként ismer bennünket. Tudja, hogy mivel jöttünk ide. Tudja, hogy mi terhel bennünket. Tudja, hogy milyen napok vannak mögöttünk, és hogy fognak telni az előttünk lévő ünnepek. De azt is tudta, hogy ő, mint az élet vize, ott éppen felszólalva elkülönítette magát, hogy a sziklát megüssék. És amikor olyan sokan ütöttek erre a sziklára, amikor olyan sokan utasítják vissza őt, amikor olyan sok embernek az ünnep szerzője nem kell, az ünnep központi része, Jézus Krisztus, és a rámutató áldozatok nem kellenek, akkor ő azt mondta, hogy én elviselem, hogy rajtam üssetek. Én vagyok az, akit meg lehet ütni. Én vagyok az, akit lehet bántani. És én vagyok az, akiből mégis buzgó víznek folyamai fognak ömleni. Erről szól a megváltás. Arról szól, hogy ott van-e a szomjúság, miután van ott a szomjúság a szívünkben és a lelkünkben. Azt olvasom, egy keresztény író így beszél, hogy Jézus hallgatói közül sokan gyászolták a szertefosztott reményeiket. Később azt mondja, másokat titkos bánat emésztett. Sokan világi dolgokkal, emberi dicséretekkel akarták kielégíteni szintelen vágyakozásukat, de amikor mindent megnyertek, rájöttek, hogy repedezett kutakat ástak, és nem oldhatják belőle szomjukat. Elégedetlenül, szomorúan álltak az örömteli szintér csillogása közepette. És a hirtelen kiáltás, amit olvastam, ha valaki szomjazik, ez kizökkentette őket a szomorú meditációjukból. És amikor hallották ezeket a szavakat, akkor új reménység gyúlt a szívükben. És a Szentlélek segítségével felismerték Jézus szavaiban az üdvösség mérhetetlen ajándékát. Ha 2000 évvel ezelőtt erre volt szükség, akkor ma is. És ha arra vágynánk, hogy milyen jó lenne ezt élőben hallani, akkor az ígéret szerint a Szentlélek segítségével ma ez a kiáltás még elevenebb, még aktuálisabb, még élesebben hangzik minden szomjas embernek a lelkébe. És ez a kiáltó szó ma is visszhangzik. Ez a kiáltó szó éppen most hangzik a legjobban, amikor ünnepek, beöltöztetjük a szívünket és a lelkünket, de mégis szomjas a lélek, és ezt tapasztaljuk sokszor. Amikor Jézus egy alkalommal találkozott valakivel, egy bűnös
ember volt, akinek nagyon látványos traumák és tragédiák voltak az életében. Ez egy nő volt, aki menekült az emberek elől. Aki még vízér is titokba ment. Aki félt emberekkel beszélgetni, és a saját családjával vagy a városával sem szeretett volna már kapcsolatot tartani, mert bár szomjas volt és szüksége volt a szomját csillapítani vízre, de az élő vízre volt igazán szüksége. És amikor egy találkozott egy vándorral, egy különös beszélgetés vette kezdetét. És ebben a beszélgetésben, amikor Jézus elmondja neki, hogy kivel találkoztál, nagyobb vagy-e, mint a próféta, teszi föl a kérdést az asszony. Amikor rádöbben, hogy Jézus belelát az életébe, akkor azt mondja, hogy adj nekem ebből a vízből. És az Isten igéje ezzel keres meg ma bennünket. Hogy amikor mi olyan sokszor megütöttük őt, amikor ő bizonyságát adta, hogy ő akkor is szeret bennünket, van lehetőségünk őt napról napra bántani, visszautasítani. Olyan sok mindenben megkérgesedett az ember szíve, lelke. De Jézus mégis ezen az utolsó napon, ezen a különleges alkalommal, amikor arra a pusztai eseményre emlékeztek, akkor önmagáról így kiáltott, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. És én azt kívánom, hogy az ünnepi időszakban, amikor földi dolgok sokasága vesz körül bennünket, ajándékok sokasága, örömteli csillogás és a szeretteink sokasága, és ha mégis szomjasak maradunk, akkor visszhangozzon Jézusnak ez a szava ott a mi lelkünkben, hogy igazi szomjúságot csak az üdvözítő adhat. És igazi belátás és a terheinknek a letevése csak ő nála és ővele együtt lehetséges. Ha valaki csillapítani akarja ezt a fajta terhet, akkor jöjjön én hozzám, és igyék. Sőt, Jézus szavai szerint nem csak, hogy szomjúságát fogja csillapítani, hanem még másnak is fog belőle jutni. Sőt, buzgó víznek folyamai fognak ömölni belőled, mert megismertél engem, mert találkoztál velem, mert nem csupán arra való ez a víz, hogy a te szomjadat csillapítsa, mert még sokan szomjasak ezen a földön. A Jóisten ebben segítsen mindannyiunkat, hogy ez az íge beteljesedjen a mi életünkben. És ez a víz mindannyiunk szomját csillapítsa. Ez a víz, ez az életvize legyen. Ez a víz, ez Jézus Krisztusra emlékeztessen bennünket. Ez a szomjúság a megváltásra terelje a mi figyelmünket. Hogy aztán majd megelégedés is lehessen mindannyiunk osztály része. A Jóisten áldja meg az ő igéjét és az ő ígéreteit, és adja, hogy a mi szomjúságunk megelégedésre és viszonzásra találjon a vele való találkozáskor. Amen.